Szia, én Viszta Ádám vagyok, és a mai napon az ismerkedés egyik vastörvényéről szeretnék beszélni neked. Azt tudni kell, hogy 24, na jó, 25 éves koromig van, ami elképesztően béna voltam a nőknél. Életem egyik első, illetve legelső randján, nem tudom mennyi lehettem, de jócskán elmúltam 20 éves, annyira izgultam, hogy lement a vérnyomásom, és majdnem elájultam. Nem mertem kérni egy jegyet a moziban. Mindig előre küldtem a barátaimat, hogy vegyék meg ők a jegyet, mert nekem nem tudom, bennem kell egy kólát, vagy addig megveszem a popcornt, vagy sétálok egyet, vagy nem tudom, keresek egy férfi eladót. Elképesztően frusztrált és borzasztóan béna voltam a nőknél. Ugyanakkor néha-néha adódott egy lehetőség, hogy rástartolhatok egy csajra, ez de hülye kifejezés. Tehát néha-néha adódott az életemben, amikor tetszett nagyon egy lány, és azt természetesen nagyon hamar elrontottam. De mivel nagyon kevés ilyen lehetőségem volt, mindig ráhajtottam a lányra, mindig hívogattam, mindig próbálkozgattam, többször hívtam találkozóra, többször hívtam telefonon. Nagyon-nagyon-nagyon úgynevezett needy, tehát ilyen nagyon ilyen olyan viselkedésem volt, hogy nekem nagyon szükségem van a lányra. Mert ugye én azt láttam a filmekben, meg a mesékben is, hogy találkozik a férfi meg a nő, és hogyha nő általában először nem kedveli a férfit, de a férfi elég keményen küzd a nőért, akkor majd összejönnek, és akkor egy pár lesznek. És én ebbe borzasztóan hittem. És az az igazság, hogy ha korábban tudtam volna már azt, amit most elmondok neked, akkor sokkal könnyebb életem lett volna. Nagyon-nagyon sok ellentmondást hallottam abban, amit a nők mondtak. Vagy sokan azt mondták, hogy ó Istenem, a mai férfiakkal az a baj, hogy nem tudnak harcolni egy nőért. Ugyanakkor nagyon sokszor meg azt hallottam, hogy panaszkodtak a férfiakra, hogy Istenem, a mai férfiak miért nem értik azt a szót, hogy nem. Na most tudnod kell azt, hogy itt a különbség nem abban van, amit csinálsz, hanem ahogy a nő érez irántad, hogy a nő mennyire vonzódik hozzád. Mert hogyha a nő vonzódik hozzád, akkor azt fogja mondani, hogy ó, végre egy férfi, aki tudja, hogyan kell küzdeni egy nőért. Ha a nő nem vonzódik hozzád, akkor azt fogja mondani, hogy Istenem, miért nem értik meg a férfiak azt, hogy a nem az nem. Ha a nő vonzódik hozzád, azt fogja mondani, hogy a sors akarta, hogy találkoztatok. Ha a nő nem vonzódik hozzád, akkor azt fogja mondani, hogy ó Istenem, a sors engem mindig büntet, és hogy milyen igazságtalan az élet, hogy mindig ilyen hülyékkel találkozok. És az ismerkedés egyik legfontosabb vastörvénye az, hogy 90%-ban azokkal a nőkkel fogsz összejönni, akiknek elejétől kezdve szimpatikus vagy. És mielőtt még jönnének ugye a kommentek, vagy nem tudom, hogy úristen, Ádám, hát ez nem igaz, mert én is úgy jöttem össze a barátnőmmel, hogy 2 évig csak hitegetett, aztán összejöttünk. Megismételném a szabályt 90%-ban, nem 100%-ban. Azonban, hogy ennek ellenére kövezzetek, meg mindenképpen azt tanácsolnám neked, hogyha párt keresel magadnak, és barátnőt keresel magadnak, és nem szociális körbe ismerkedsz, tehát nem a munkahelyeden, nem a barátok közt, hanem mondjuk szórakozó helyen, vagy napközben, vagy interneten, vagy majd beszélni fogok arról, hogy milyen helyeken tudsz ismerkedni, akkor csak arra a 90%-ra összpontosítsál, csak arra a 90%-ra fókuszálj, és a maradék 10%-ot nyugodtan azt mondom, hogy nem érdemes foglalkozni, mert annyira kevesen vannak. Ezért azt tanácsolom neked, óvatosan használom azokat a kifejezéseket, hogy szabály, de nagyon-nagyon ajánlom neked a következő pár tippet. Soha ne hívjál egy nőt 2-nél többször találkozóra. Ha egy lányt elhívsz randira, és mondjuk ilyeneket mond, hogy még nem tudom, mit fog csinálni jövő héten, majd meglátom. Van egy szabály, a talán az mindig nem. Tehát ha egy nőnek szimpatikus vagy, ha egy nő vonzódik hozzád, ő ugyanúgy akar találkozni veled, mint te vele, ezt ne felejtsd el. Ha kijön a kórházból, és törött lábbal, és utána még előti egy autó, és a másik lába is eltörik, akkor is meg fogja oldani, hogy találkozzon veled, azért, mert vonzódik hozzád. Ha a kedvenc rockstárja hívná randira, nem mondaná azt, hogy még nem tudom, mit fogok csinálni jövő héten. Jó? Ha egyszer elhívod randira, és nem jó neki az időpont, nyugodtan hívd el másodszor, kicsit beszélgessél vele, lehet, hogy egyszerűen csak bizalmatlan, vagy még nem ismer eléggé, vagy egyszerűen tényleg nem jó neki az időpont. De ha másodszor is elhívott találkozóra és nemet mond, akkor hagyd a fenébe az egészet, és attól még egy klassz csaj, de nem jössz be neki. Lehet, hogy még ő sem érti, ő sem gondolja ezt, és csak hitegeti magát. Ne menjél ebbe bele, rengeteg időt és energiát rontottam el annól fiatalon.
azzal, hogy olyan nőkre hajtottam, akiknek baromira nem voltam szimpatikus, és nem akartam, csak egyszerűen vagy féltek kimondani, hogy nem vagyok nekik szimpatikus, vagy maguk se jöttek rá, és erre az úgynevezett, nem tudom milyen, talán polcra raktak. Hogyha találkozol vele, és azt mondom, hogy a második, de legkésőbb a harmadik, de inkább a második találkozón megpróbálod megcsokolni, és nem engedi, hagyd a fenébe. Én egyébként megmondom őszintén, azt tanácsolnám, hogy ma az első randin, ha megcsokod és nem hagyja, garantálom neked, 98%-ban, biztos, hogy van kivétel, bár még nem találkoztam vele, de biztos, hogy van, de 98%-ban akkor nem vagy neki szimpatikus, mert ha szimpatikus vagy neki, a lány várja, hogy megcsókoljad, és tükön fog ülni, és reméli, hogy össze fogtok passzolni. A lánynak is van egy érdeke az ismerkedésben. A lány is azt akarja, hogy összegyertek. Tehát van egy ilyen szép kifejezés, amit nemrég olvastam egy könyvben, hogy a vonzalom az egy közös élmény. Oké, tehát ne hívjad kettőnél többször találkozóra, mert csak bohócot csinálsz magadból, egyszerűen lerontod az önbecsülésedet. Hogyha hívott telefonon, és egyszer nem veszi fel a telefont, lehet, hogy bár mondjuk én mindig megmondom a nőknek, hogy mikor hívom telefonon, és neked is ezt tanácsolom, de hívott telefonon nem veszi fel a telefont, nem hív vissza, nem küld SMS-t, már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz jel, főleg, ha tudja, hogy te hívott, tehát nem idegen számol hívott. Egyszer még másnap fölhívhatott telefonon nyugodtan, hát hogy csak egyszerűen tényleg nem volt jó neki az alkalom, nem rőlt a telefon, bármilyen dolog, erre nagyon kevés az esély. Másnap még nyugodtan hívjad fel, de ha akkor se veszi fel a telefont, és nem hív vissza, felejtsd el. Rengeteg olyan lány az, hidd el nekem, amit hogyha betartod majd a tippeket, amiket tanácsolni fogok, akik alig várják majd, hogy randizzanak veled, találkozzanak veled, hívjad őket telefonon. És nagyon fontos megértened, hogy minél több időt szánsz ezekre a nőkre, akik nem akarnak találkozni veled, annál kevesebb időd jut, és annál később találkozol azokkal a nőkkel, akik meg alig várják, hogy találkozzanak veled és randizzanak veled. És ők vissza fognak hívni, abban a pillanatban egészen biztos lehetsz benne. Nekem volt olyan, hogy egy lányt, amikor hívtam telefonon, már mondta, hogy elővette a határidő naplóját, és kinézte, hogy mik azok az időpontok, amikor ráér a találkozóra. Oké? Tehát mi ezeket a nőket keressük, az én úgy mondom, hogy igen embereket, akik várják, hogy randira hívjad őket, várják, hogy megcsókold őket, alig várják, hogy mikor hív már, mikor hív. Nem azt, aki, hú, ki is volt ez a srác, mit akar, most ne, biztos megint találkozóra akar hívni. Jó? Remélem, hogy tetszett a videó, és remélem, hogy megnézem majd a következőt is.